Az utánpótlás országos bajnokságban két korosztályos csapattal is szerepel a Megyeszékhely utánpótlás nevelő vízilabda egyesülete. Az Aqua és a gyermek és serdülő csapata egyaránt dobogós reményekkel vágott neki a szezonnak. A nyitány egyelőre felemásra sikeredett. Az országos bajnokságban megtörtént az első fordulónk, illetve már a második is megtörtént idegenben. A hazai meccsünket a serdülők sikeresen megnyerték, a gyerekcsapat egy pár góllal kikapott, Nagykanizsán is történt, volt egy mérkőzés, ott is szépen szerepeltek a fiúk. Ott sajnos ott a gyerekcsapat nyert, nem sajnos, hanem örömteli volt az a mérkőzés, és a serdülők viszont kikaptak egy pár góllal. Újabb fronton is harcba indul a nyíregyházi Aqua SE. Az egyesület az országos bajnokság mellett idén négy korosztályban indít csapatokat a vidéki bajnokság küzdelmeiben. Elsőként a gyerek 5. korcsoport kezdte még a szereplését november 4-én Miskolcon. Olyan csapatok ellen fogunk játszani, mint a Miskolc, Zeger, Debrecen, Szolnok. Tehát elég komoly bajnokság, ugye ezt mondtam, hogy a gyermekbajnokság, itt a vagyis a vidéki bajnokság az országos bajnokságnak a előszobája, úgymond. Hát itt most megmérettetünk, tehát megnézzük, hogy a mi hasonló korosztálybeli csapatunk milyen tudást képvisel a OB1-es és nagy múlttal rendelkező városok csapataihoz képest. A vidékbajnokság küzdelmeiben szerepel még az Aqua SE Serdülő, Gyerek 2 és a Gyerek 4 csapata is. Ez utóbbi bajnokság érdekessége, hogy a korcsoportban az ellenfelek között lánycsapatok is vannak. A nyíregyháziaknál tervben volt egy saját, külön lánycsapat indítása is, azonban úgy alakult, hogy egyelőre a fiúkkal szerepelnek egy csapatban a lányok is.